Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek! Elérkeztünk a következő smink videómhoz, ami nem is lenne más, mint egy Makeup Revolution tesztelés, egy teljes arc csak Makeup Revolution termékekkel. Nagyon aranyos volt a márka, ugyanis egy egész csomagot kaptam. Tegnap érkezett meg a csomag, úgyhogy ma az első dolgom az, hogy felvegyem nektek ezt a videót, és kipróbáljuk együtt a termékeket. Gyorsan megmutatom, hogy miket kaptam, utána kezdjünk is hozzá az átváltozáshoz. Érkezett egy alapozó, ami a Matte Base pórus kisimítós teljes fedésű alapozó. F6-os árnyalatban kaptam az alapozót, remélem, hogy jó lesz a szín, de ez nem sokára kiderül. Ezen kívül érkezett nekünk egy The Mascara Revolution szempilla spirál, egy Conceal and Define korrektor a C5-ös árnyalatban, jelentősen világosabbnak tűnik, mint az alapozó, úgyhogy ezt már szeretem. The Liner Revolution szemhéjtus, van egy bronzer Reloaded bronzer, és egy highlighter Reloaded highlightunk. Powder Matte Lipstick egy nagyon brutális rikító pinkben, egy Smudge Proof Cream Pomade ecsettel. Ah, ez cuki. Ez egy jó világos szín egyébként, régóta szerettem volna már ilyen világos pomédet, de eddig még nem sikerült venni, viszont erre most nagyon kíváncsi leszek. Ezen kívül pedig van itt nekünk egy pirosító palettánk, és ebben már belelestem egy gyönyörű szemhéj púder palettánk. Gyönyörű színei vannak. Egy kicsit lehet, hogy eltájoltam magam, ugyanis úgy emlékeztem, hogy ez a szín olyasmi zöld, mint a felsőm, ezért vettem fel ezt a felsőt, de ez egy kék. Új, van brutális minket csinálni. Igen. Nekem más van a fejemben, menet közben úgy is kiderül, hogy tetszik-e az elképzelés vagy sem, viszont kezdjünk hozzá a sminkhez. Igaz, hogy egy teljes arc csak Makeup Revolution termékekkel, viszont nyilván nincsen minden lépéshez anyagom, úgyhogy a primer az a mai napon is a Milk Makeup Hydro Grip primere lesz. És akkor most mindenki együtt imádkozzon, hogy az F6-os árnyalat jó legyen az arcomra. Jó sűrű állaga van. Szerintem egyébként illatmentes. Nagyon szép! Így néz ki egy rétegben, egy nagyon-nagyon vékony rétegben felvéve, és szinte tökéletes, viszont szeretném kipróbálni, hogy lehet-e építeni, úgyhogy azokra a pontokra, ahol szerintem még elférne egy kis plusz fedés, oda felviszek egy második réteget. Így néz ki az alapozó, és őszintén megmondom, hogy ahhoz képest, hogy matt és full coverage, mintha semmi nem lenne az arcomon, úgyhogy ezt biztosan fogom használni továbbra is. Ha valakit egyébként érdekel, akkor ide a képernyőre kiírom, hogy hol lehet Makeup Revolution termékeket online rendelni. Jöhet a korrektor, szerintem erre vagyok az egyik legkíváncsibb márka, ez egyáltalán értelmes. Nagyon szeretem az olyan korrektorokat, amiknek kicsit nagyobb az applikátoruk. Oké, és a C5-ös árnyalat az nekem egy picit sötét, én ennél jobban szeretem azokat, amik kicsit világosabbak. Le egy kicsit sokat tettem. Viszont nagyon kellemes, lightos illata van, és nagyon tetszik az állaga.
Igaz, hogy jobban szeretem, ha kicsit világosabb a korrektor, viszont szerintem nagyon szépen egyébként kinyitotta a tekintetem, és tökéletesen eltüntette azt a kis felesleges sötétséget, ami a szemem alatt van. Úgyhogy ebből be fogok szerezni egy pár árnyalattal világosabbat, és azt is ki fogjuk majd próbálni, de az állaga és a fedése az nagyon tetszik, és annak ellenére, hogy matt az alapozó, nem érzem úgy, hogy szárítana. Egy nagyon pici természetes fénye, ahogy látjátok, van, viszont szerintem ez egyáltalán nem baj, és ettől csak egészségesebb és természetesebb lesz a smink. Fixáló púdert nem kaptam, úgyhogy ahhoz a Fenty Beauty-t fogom használni, gyorsan lefixálom az arcom, és folytatjuk tovább a bronzosítással. Az a bronzer, amit kaptam, egy kicsit csillámos, úgyhogy azt majd második lépésben fogjuk felvinni. Először a Butter bronzerrel fogok egy nagyon-nagyon picit a járomcsontom alatt és a homlokomon bronzosítani, csak hogy egy pici szint visszavigyek az arcomba. Ra. És most jöhet a Makeup Revolution-ös bronzer, amiből csak keveset fogok feltenni, nagyon picit azt a csillogást visszaadjam az arcomnak. Egyáltalán nem túlzás, nem highlighteres a csillogása. És végre jöhet az, amire a legjobban vártam. A pirosító paletta. Ebből én már ki is néztem egyébként magamnak, ez és ez a szín a kedvencem, úgyhogy mindenképpen ezeket szeretném használni ma. Először a kicsit világosabbból fogok felvinni. És a sötétebből pedig csak egy leheletnyit, ugyanis abba is van egy ilyen extra mikro glitter. És egyébként is a pirosító az első, ami lekopik az arcotokról a nap folyamán, úgyhogy nem baj, hogyha egy kicsit többet tesztek. Jöhet a highlighter, gyönyörűen csillog. És most jöhet a fixálás. Elvesztettem a fixálós prémet. Következő lépésként a szemöldököm fog jönni, amihez itt van egyébként az ecset, viszont nem ezt fogom használni, mert egy lazább szemöldököt szeretnék, úgyhogy egy kicsit nagyobb, ferdevégű ecsetet fogok használni. Felveszek rá egy keveset, és a kupak belső felére leütögetem a felesleget. Az a színkód, hogy soft brown, de ahhoz képest egyébként viszonylag sötét, világosabbra számítottam. A hajamhoz képest egyébként teljesen rendben van szerintem. Hogy van az, hogy mindenkinek van egy olyan emléke, hogy... És aztán a kozmetikus nagyon kiszedte? Nekem is. Gondoltam. Tök jó, két teljesen különböző szemöldököt csináltam. Látott már jobb napokat a szemöldököm, de a pomade az nagyon tetszik. Viszont egy kefével az elejét egy kicsit elfésülgetem, hogy ne maradjon éles vonal sehol. Szóval akkor még beszéltünk, hogy végét leborotva állhatom? Amúgy most, ahogy csináltad, én benne lennék. Múltkor te mondtad, hogy mennyire hülye vagyok. Nem baj, de most pont most akartam mondani, amikor húztad, csak nem tudom, hogy mikor beszélsz, hogy...
És végre elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor elkezdhetem felrakni a szemhéj sminkemet. Elképzelésem szerint egy viszonylag fölszínű sminket szeretnék csinálni, valami pici poppal, úgyhogy első lépésben ezt a színt szeretném használni, ami a Grace. Ebből fogok feltenni a mélyítő vonalamba és felé egy kicsit eldolgozva. Igen. Ez esetleg az oknimra? Shoot! Wow! Megvan a szemfog! Már nem sok van. Mindjárt a végére érünk. A szín ugyanúgy néz ki egyébként a szememen, mint a palettában, a tégelyben, vagy hívjuk ezt akárhogy, amiben vannak a színek. Felveszek egy kisebb ecsetet, és a Serenity-t veszem fel következőleg, ami egy kicsit sötétebb, talán picikét hidegebb tónusú barna, mint amit az előbb használtunk. És a külső V-t elkezdem bele megformálni. Nagyon tetszik egyébként, hogy szépen pigmentáltak a színek, viszont nem túlzás, nagyon szépen el lehet dolgozni őket. A kutya közben intézi a berendezést a szobában. Az van egyébként, hogy nagyon szeretnék nélküle videózni, de ez nem megy, ugyanis neki mindig mindenhol ott kell lennie, de állandóan. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem eddig nagyon tetszik. Barbie? Ugye? Meg szeretném nézni, hogy a pirosítóban milyenek a highlightok, és egy kicsit swatcholunk is, ugyanis ebben is van pár szín. Itt vannak a swatchok a kezemen, ez a kettő a pirosító palettából van még, ezek pedig az összes csillogós vagy fényes szín a palettából. Szépen sorba ez a Dreamer, Enamour, Arcadia, Idyllic, Zen, és ez pedig ez. A Zent fogom használni a felső szemhéjam közepén, és a belső szemzugomba pedig mindjárt kitaláljuk, hogy melyiket tesszük. Ezek kicsit ilyen fóliás shimmerek, tehát nem csillog, hanem gyönyörűen visszaveri a fényt. Nem is csak középre teszek belőle, hanem az egész belső felébe. Látszik egyébként a palettában is, hogy fehér része is van ennek a szemhéjpúdernek, ami nagyon szépen kijön a szemen. Az alsó szemhéjamra először teszek fel a Grace-ből. Inkább a belső háromnegyedre talán. És egy nagyon picit belenyúltam a Serenity-be is. Majd, ami szerintem gyönyörű lesz, veszek fel a Nirvana-ból, ami ez a gyönyörű, zöldes, kékes, valami fantasztikus szín, és ebből fogok tenni a külső felére. Nagyon-nagyon szépen pigmentált egyébként. És egy nagyon-nagyon kis vékony ecsettel kicsit felütögetem még pluszba a színt, hogy még intenzívebb legyen. Jelenleg még nem úgy néz ki, mintha nagyon jó lenne, de higgyétek el, hogy nagyon király lesz. Következő lépésként jöhet a
szemhéjtús, ami, ha jól látom, akkor egy filchegyű szemhéjtús. Őszintén megmondom, hogy a tus az nem jön be. Nem tudom, nagyon nem jönnek be a filces hegyűek, ez se tetszik. Egész száraz. Valahogy nem érzem, hogy fel tudnék szedni vele annyi festéket, hogy nagyon könnyen ki tudjam húzni vele a szemem. Amikor fog, akkor egyébként nagyon szép, viszont nekem egy kicsit száraz, úgyhogy ez sajnos nekem nem jön be. De jöhet az utolsó előtti lépés, ami a szempilla spirál. Egy nagyon érdekes keféje van. Felesleget lehúzgálom róla. Nem tudom, mennyire látjátok. A szempilla spirál az megint tetszik, nagyon szépen hosszabbítja a pillákat, úgyhogy nekem ez is bejön. Dobjunk fel gyorsan egy műszempillát. És már csak egy lépés maradt hátra, ami nem más, mint a rúzs, viszont egy ilyen rúzst kaptam a csomaggal, amit megmutatok, hogy hogy néz ki, de szerintem nem ezt fogjuk ma feltenni. Oh, wow! Ez totális kiemelő rózsaszín. Csinálni kellene egy sminket, amihez ezt a rúst tesszük fel. És ezzel elkészült a teljes smink. Nem tudom, hogy mit gondoltok róla, nekem kifejezetten tetszik. Ha szeretnétek, akkor csinálunk még egy sminket ebből a palettából, ahol inkább kicsit ráfekszünk a lilásabb, rózsaszínesebb árnyalatokra. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen képet hoztam ki ebből a sminkből, akkor itt az Insta nevem, csekkoljátok le az Instámon a képet. És hogyha tetszett a videó, akkor megköszönöm, ha dobtok rá egy lájkot, nem sokára érkezek nektek következő videóval, addig is, sziasztok!